Jó estét, szevasztok! Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek. Szevasz, Axika és Benedek. Megelőzött téged Axika, úgyhogy igen, díjazom a próbálkozást, de ő tette fel előbb a kérdést, ami után még továbbra is elfelejti a kérdőjelet feltenni, az arról nem is beszélve, hogy nem nagybetűvel kezdi a mondatot. Nem lesz ma Brofolsz, mert ma csak automasi évre lesz idő, így is 6 órára előre hoztam a streamet, hogy azért egy jó 2,5 óra jusson rá. Persze, hogyha mondjuk egy-két pályát meg tudok csinálni egy óra alatt, akkor az sem kizárt, hogy lesz, de 8:30-ig bele kell, hogy férjen. Na most, hogyha egy pályával sem fogok végezni 8:30-ig, akkor viszont ugye értelemszerűen nem lesz. A BL meccs után meg szerintem ma már nem kezdek bele, vagy meglátjuk még, lehet, hogy később visszajövök, de ugye akkor meg már nektek nem jó. Úgyhogy igazából hát valószínűleg Axikával, illetve talán Benedekkel sem, mert ugye hétköznap van, jól tudom, ugye ti már ilyenkor nem, tehát késő este már nem tudtok jönni. Úgyhogy sorry, ma automas év, végre nincsenek patkányok, mármint részben ennek örülök, nyilván, mert azért egy jóval kényelmesebb, meg könnyedebb játék következik, ugye ezt már ismerjük. Abból a szempontból pedig azért sajnálom, mert még úgy mindig élénken él bennem a Plague Tale Requiemnek az emléke, és az főleg az utolsó rész, amit ugye most hétfőn, illetve mikor? Milyen napom? Hétfőn, persze, hétfőn zártunk le. A szerda van, úgyhogy ebből a szempontból jó hír, hogy most nem lesz borzalom, meg borzongás abból a szempontból, aki szerette, és akinek hiányzik, annak most lehet hiányérzete, de megpróbáljuk ezt pótolni. No, én szerintem bele is csapok, eleget vártunk emberkékre. Axika szerintem már le is lépett, úgyhogy neki megvolt az info, nem lesz Brofolsz, csá, akkor megy. Se köszönés, se ilyen sziasztok, se ilyen akkor hellóztok, anyátok, picsáját, de mind, semmi ilyen. Lesz Brofolsz, nem, lelép. Végül is hát valahol megszerezte az információt, aztán utána már miatt töknek maradjon. No, fiúk, lányok, ott tartottunk ugye múltkor, nem tudom mennyire hallatszik, de mindig orrhangom van, most már kicsit folyik is az orrom, de továbbra sem érzem magam, hogy hála jó Istennek rosszabbul, de valamiért még egyszer, tehát így nem akar múlni, úgyhogy idegesít egy picit, mert nem vagyok rosszul, nem érzem úgy semmi különösebb hatását, de amikor beszélek, akkor ez a, amikor így jó ki akarnátok fújni, de igazából ki sem tudjátok fújni az orrotokat, mert igazából nem jön semmi, tehát hogy ilyen, mert ha még jönne ilyen így ömlene, mint a patkány cunami a izében, Plague Tale Requiemben, azt mondanám, hogy az tök jó, és így ömlik kifele a takony, de az se. Na, úgyhogy orrhangom lesz. És hát ugye ott tartottunk, hogy ezt a 27-es pályát ugye épp, hogy befejeztem valami, azt hiszem sok idő volt, és hát igen, itt volt az, hogy vacsorával ugye azt hiszem félbeszakítottam a dolgot. Múlt héten, pénteken, amikor bepotoltam ugye a szerdai elmaradt automaséfet. És nem, el fogom kezdeni, mert így biztos, hogy nem. Hát figyú, senkit nem tartok itt, nyilván nem is tudok itt tartani. Szerintem ez is kellőképpen izgi lesz, meg jó lesz más formában, mint ez. De lehet, hogy lesz egy kis Brofolsz, megéri itt maradni, mert hogyha ezt most hamar befejezem, akkor mit tudom, még 7:30-kor, akkor 8:30-ig még egy óra. Tehát lehet, hogy most másfél óra alatt egyszer csak így beindulok, aztán. Na. Skip Robot Speech, és betöltjük a... Melyik volt a legutolsó? Ez, ugye? Yes. És ugye ingredientet basztam el. Na most nézzük meg, hogy mit baszunk el. Vagy mivel mit. Átlépjük a ízét, azt tuti. Ez mennyi? Ez 2. Hát jó, mérjük le, csináljuk azt, hogy próbáljunk energiatakarékosak lenni a Big Family miatt, most le próbáljuk most szimulálni. Azt mondja, hogy a 3-as, hát most ez kiad 2 másodperc, mondjuk ez legyen 5-6. 6-ra bejut ez is, 7-8. Hát ez még mondjuk egy ilyen 4 másodperc. Legyen 13 a fryer. Turn on for 13 secundum. Úgy.
Jaj, köszi szépen. Hát bízom benne, hogy meg tudom csinálni, úgyhogy igyekszem. Most azt, arra emlékszem, hogy, hogy túlléptem ugye a fogyasztást, tehát meglett az 50 adag, de hát ugye túlléptem a fogyasztást, nem sokkal valami, mit tudom én, 700 wattórával, vagy 1000-esre talán, tehát azt még most azzal tudom kontrollálni, illetve redukálni, hogy, hogy úgy állítom be ezeket a sütőket, meg az olajsütőt is, ezt is, az meg a kettes, hogy azt mondja, hogy ez 2 másodperc, mondjuk ez 4, 5, mennyi, 5-es, meg legyen 7. Hogy, mert ugye azt tudjuk, hogy ezek az elég nagy fogyasztók. Ugye ez a, ugye helyettesíti ez a, az olajsütőt, ez pedig a, ez a grill izé, ez meg a mi ezt a, hát a conveyor grillt, ugye, ami, ahova föl kell pakolászni, ugye nem kellenek robotkarok, stb. Stb. Viszont nagy a fogyasztása, és ugye legutóbb, amikor az előző adásban a végén nyomtam egy ilyen, egy szimulációt, és igazából lefutott, és egy pipán meglett a háromból, de hát ugye törekszünk a maximumra, nem hagyjuk annyiban. Ugye túlléptem a fogyasztást, illetve egy pár, hogy hívják ott is, hát hogy hogyan fogom még az ingredient, az elpazarolt összetevőket csökkenteni, azt még nem tudom. De az majd a következő lépés lesz, úgyhogy most a fogyasztást próbáljuk azért csökkenteni. És ugye, mire itt összeáll egy cucc, az azt jelenti, hogy egészen addig, amíg ki nem ment, amíg order pending van, és el nem jutott ugye vagy a, az étterembe, vagy a tékövére, addig ugye ezek a gépek folyamatosan mentek most. Na most nekem elég az is, hogyha akkor, vagy addig mennek, amíg ugye a cucc el nem ér, át nem megy, és utána nem kell, hogy menjen, és az rohadt sok idő, és rohadt sok megtakarítás. Szerintem ezekkel most így benne leszünk majd, a, ezeket most így átszámolgatom. Ez is ugye 2 másodperc, ez mit hozzáadunk 4-et, vagy legyen 5, legyen 7 ez is. 7, így. Ezt mi irányítja vajon? Ha? Jön az egyes. Uh-huh. Az is akkor legyen 7. Hát kb. 5 másodperc alatt átér, nem? Jó. Na nézzünk egy Big Family Meal-nek a szimulációját. Hogy időben... Aha, nem jó. Az már jó. Azt kell egy picivel... Akkor az... Hú, az akkor 6 másodperc? Akkor az 8. Tehát akkor 6 másodperc, amíg átér. Gondolom, akkor az is 6. Legyen 8. Ez is legyen akkor 8. És akkor ez meg 13, hát mondják ez 2, 5, 6, 7, 8, meg 6, hát ez legyen 14 akkor. Na leszimuláljuk most egyesével. És meg kiderül, hogy jó, az kikapcsol, nagyon jó. Ja, de kettőnek kéne mennie, ugye? Akkor még plusz 2 másodperc, ugye? Hát jól számolom, mert ugye két... Igen, tehát ilyen 16. Oké, és... Ja, az is, az, abból is 2 megy, bocsánat. Ezt is elrejöntöttem. 8, akkor legyen 10. Átmegy vajon? He, majdnem. Ez is meg fog állni. Nem, az tovább ment. Akkor ezt kell egy picit még egyen megnövelni. 11-re. Így.
energiatakarékosok leszünk, hogy csak jó. Nagyon jó. Na, mi a probléma? Szevasz, Arnikám! Nekem se jelzett most a YouTube, nem értem, hogy mi van. A Google-nek a izé apja fülét. Nem, tényleg nem tudom, hogy mi van, de most miért nem ment a várjál? Big Family Meal. A restaurantba. De miért nem? Mi a fasz? Ja, mert valamiből nem jött ki. Aha. Várjál már, most miből mennyi kell? Ja, mindenből kettő? Ja, mindenből dupla? Akkor valamit benéztem, valami nem készült el. Mi kell hozzá Big Family-hez? Két fried chicken, két ultimate dog, két fries és egy big saláta. A big saláta kiment. Hát ez az ultimate dog. Akkor ehhez kell... De ezt ki tudja adni azt a kettőt? Várjál már, most nézzük meg. Azzal van a probléma, hogy nem adják ki a... Nem adj... Ja, jó. Oké, nem adja ki ezért. Oké. Az a kérdés még, hogy mennyi idő alatt jut el. Ugye itt be van az állítva, hogy 16 szekikor kapcsol ki. Hát ezt mondjuk ezt simán be lehet ugye állítani, hogy ez a teleporter, ez... Ugye nem... Hát, próbáljuk ki azt, hogy folyamatosan legyen bekapcsolva. A kérdés, hogy igaz... Hát annyi... Kérdés, hogy melyikkel fogyasztunk most kevesebbet. Ennél? Ó, de várjál, hát ezzel nem is... Ja, de... off. 20. Hát jó, nézzük meg így, illetve nem, hát nézzük meg a többit, bocsánat. Itt ugye nem volt grill, de ott van, ó, basszik, ott van grill. Ez mennyit ad ki? Hány potátót? Ez mi? Fries. De ez mi? Ez a small family meal. És nincs több pénzünk. Haha, igen.
idő alatt jut el oda? Ez 5, hogy van? Bread Slice-ból kell... Mindenből 2. Az 10. Tizen... Hogy van? 10, mit tudom, 3, 14, 15, 16, meg 6, az 16, meg 6, az nem jó. Ugye azért nem jó, mert 20 a maximum. Hát jó, akkor ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni. Ezzel. A fries-zal tudunk, mert a fries... Mondjuk azt nem értem, hogy ez miért... Ja, mert hogy... Igen. De most már értem. Öt... Nyolc... Hát... Így. Igen. Ez legyen... Tudom, legyen 16, nézzük meg. Ez mehet még izé, visszavehetjük, nem is 16, 14. Hát szerintem még egy másodperc belefér. Spórolás van. Így. Na jó. Jó. Fryzunk akkor megvan. Ugye ez 5 másodperc. Mennyi volt ez? 4? Legyen 9. De mi ez? Nincs bekötve? Haló? És az nincs bekötve. Bazd meg, hát ez folyamatosan ment. Spicy BLT. Az melyiknek a... Azaz. Kurva életbe. Bassza. Ja, te várjál. Jó. Hát, mi legyen on? Mennyi volt? 5. Meg mondjuk 6. 11. 11 másodpercig. Mondom. Így. Ez is... Csak melyik nem látom. Az egyes, ez is 11 másodperc, mert ez is az elején van. De várj, ugye mindegyikből egy kell? Nem két bread slice, hanem az a bacon strips. Hol van a bread slice? Ez a carrot. Hol van a bread slice? Várjál már. Ez a kettő, akkor ez viszont plusz 5. 16. Így. Jó. És akkor nincs több, ami nagyon fogyasszon. Ez van itt, ez... Ide? Ez a side... Nem, ez az izébe megy. Jeheti. Ebből egy. Jó. Akkor ez 11. Nem tudom, hogy hanyas az sem, mert nem lát... Bazd meg, kit akarja anyádat. Kettes. Az 11. És a hármas pedig, ugye ebből is, raw chicken. Abból is egy kell, tehát akkor az is 11. Ugye? No.
akkor nézzük, most szimuláljuk ezt. De ez miért? Tedd jobbra. Jó. Megvan ez is. Itt pedig nincs... Ja, de fryerünk van. Mert itt nem hagytam ki fryert, mert az nagyon eltűnik a... De szerintem nem. Ugye egy potátót kell adni. Igen. Azt föl kell szeletelni. Itt mennyire állítottuk? Tizenháromra. Itt legyen tizenegy. Egy, mert itt ugye... Nézzük meg ezt. Ez micsoda? Ja, ez a fries. Jó, pont további. Nagyon jó. Okés. Na jó, mentsük így el. Mentsük, hát egy új slotra, mert az... Már mentettük volna régre is, tök mindegy. Most nézzük meg így, hogy mennyi energiát fog megspórolni, és hogy mi az, amin bukjuk. Ugye bukó az... Az összetevőkben ott lesz, hogy valamelyik kifutott az időből. És nem tudom melyik. Hát, én ezt a teleportert inkább átraknám izére. Ezt... legyen on. Szerintem több, tovább nincsen izé, mint ahogy van. Van még egy fifikás ötletem. Nézzük, hogy melyik fog kifutni. Időből. Jó, Big Family. Hát, Big Family Meal az még mindig lassú, az a baj. Lassú. De várj, majd kitalálok valami hangatosságot. Big Family Meal. Ott már van spoiled food. Nem jó. Nem biztos, hogy jól gondolkodom. De közben rájöttem arra, hogy... Hát itt van igazából nekünk egy utunk. És hogyha én törlöm a tele... Igazából a kar ugye így nem is kell. Teleporter sem kell. Okos kar sem kell. Van egy csomó lóvénk, ugye ez így nincs kihasználva, ez is nagyon jó. Így...
Jó. Hát ez egy gyorsabban odaérünk, nem? Nézzük meg! Sőt, igazából... Hát igazából csinálhatjuk azt, hogy... Hogy akkor szereje itt össze. És akkor bőven lesz ideje meg helye az összetevőknek itt föl sorakoznia. Nézzük meg. Cseréljük le ezt is. Ha, jaj! Bazd meg a... Ezt mindig benézem, bazd meg. Tehát rákattintok a izére. Ide kattintok, ide, és na, és most azt jelenti ki, jó van. Ügyes. Mi ez? Fried chicken, ugye? Kentucky fried chicken, fried chicken fries, és a Big Family meal, ugye? Múlt minden, jó. Ó, hát bőven beleférünk a zset. Na ezt nézzét, ez izé lesz, ultimate. Sőt, faszt, még nyerünk is itt rajta. Tedd a jobb oldalra. Right. Right. Spóroltunk is. Mi? Hát ez zseniális. És ugye a teleporter nem fogyaszt kibaszott sok áramot. Na nézzük, hogyha jön a big family meal, akkor mit csinálunk? Ott a big family. Hát, végül is elkészül. És így nem fogyasztunk sokat. Mi spoiled? Ne basz már, mi? Ez hogy lett? Most a nagy családi meal.
Fry ez nagyon hamar bejut. Kicsit lassabbra vesszük a fryt. Mondjuk legyen 4. A fry elfoglalta a helyet, nagyon. Most abból visszavettünk egy kicsit. Az a baj, hogy... Nem az a baj, hogy egy helyre megy be. Ja, de így, ó, bazd meg, hát kettővel megnöveltük, akkor ezt is meg kell növelni kettővel a kettesnek, 13-ra. A játék vége felé járunk, úgyhogy nem csoda, hogy ez már ilyen szopna, tehát hogy nehéz pálya. Ugye 27-en járunk, és azt hiszem 30 van. Plusz még ugye egy-két ilyen optional, ilyen, amiket nyilván meg akarok csinálni, mert tetszik, tehát hogy élvezem a játékot. Mi hiányzik megint? És két fries, de hol van a fries? Hol? Hova tűnt a fries? Hát az előbb már szimuláltam, bazd meg! Ja, nem megy át. Érdekes, hogy megnövelem 2 másodperccel az izét, a kiadást. Jó. Mi amúgy a klasszik megoldás? Mit feliratkozol Twitch-en, és a Twitch értesítés után jössz föl a YouTube-ra, vagy... Végülis az is lehet. Vagy az, hogy minden órában ránézel, de mondjuk ez eléggé kényelmetlen. Mert elvég Facebookra is megy ugye poszt. A Facebook aztán pláne random küldi ezeket a push notification-eket. Tehát, hogy én azt tapasztaltam, hogy ha valahol megemlítenek ilyesmi, akkor vagy küld, vagy nem küld, ahogy éppen kedvet szottyana a YouTube úrnak. No, eddig jól állunk. Most azon gondolkodom még... Nem lesz jó. Nem. Jó. Most mi? Most megint mi hiányzik onnan? Még egy ultimate dog, meg izé. És ez hol van? Tehát az hova tűnik ilyenkor, bazd meg? Hát de ki megy? Ezt nem is érted.
Az világos, hogy bemegy oda egyszerre sok minden. Na de hova tűnik, tehát attól még bemegy, attól hova tűnik akkor a izé? Hiányzik egy fries, útközben mi? Leesett a futószalagról, vagy mi az anyám? Mindjárt kiderül. Hiányzik, bazd meg, egy ultimate dog. Hát ezt nem hiszem el. Tehát jó, a 13-as renderésnél ott valami gebasz van. Na. Ugye itt most jönnie kell egy Big Family Meal. És ott állítsuk meg. Ugye Big Family-ben jönnie kell most akkor 4 Ultimate Dognak. Sőt, lehet, hogy van még fasz, 3 Big Family. Tehát 6 Ultimate Dog, 6 Fries, 6 Fried Chicken. Jó, én lassan nézzük. 1 2 3 4 Megállt? Megállt, de mi? Haló? Miért állt meg, bazd meg? Jó, kapcsoljuk be 16 szekig. Akkor ez volt itt a probléma. De még Ultimate Dog az ugyanúgy hiányzik. Ezt is megnézzük, hogy miért. De megáll, bazd meg. Ja, mert hogy nem tudja olyan gyorsan.
Ez egyik fő 20-ra. Ez az se lesz jó, az a baj. Akkor lehet, hogy azt onra kell tennünk, amíg... Igen, túlságosan feltorlódnak itt a dolgok, nem tudja olyan gyorsan ugye processzálni, illetve itt akad fönn, mert ugye nagyon sokat kap. És ugye ezáltal itt ő nem tudja kiadni. De ez is mondjuk probléma. Így. Csak ugye a kérdés az, az hogyha ennyi minden, ennyi, ilyen sok mindent rendelnek, és ott sorban áll, akkor meg ki fog gyulladni. Amíg ugye ott áll a izé, mondjuk eddig nem gyulladt ki, ja nem gyulladt ki, mert ugye kikapcsolt. Mindjárt kiderül. De fél, hogy ez ki fog gyulladni, akkor viszont átrakjuk majd erre az oldalra, és egy kicsit trükközünk. Kicsit trükközünk. Mindig egy trükközöket is már. Ah, nem küldi át, jó. Hát akkor izé... Kettest azt onra tesszük. Az állt ott meg. Jó, megvan. Oké, és... Egyes. Azt mondja, hogy hát kell még akkor egy... 15 szek. Na, így szerintem most már jó lesz. Csak kérdés, hogy lesz-e még nagyobb lód, mert hogyha igen, akkor ugye... Még nagyobbra kell venni. Ettől függetlenül azt meg fogom csinálni, hogy a fries-t azt ide tudom így tenni, ilyen nagyon ízlesen szépen így. És ide pedig a másikat, és ide kötöm be, tehát igazából mindegyik gép az kb. Itt fogja már kidobni. Ez nem most sokat számít mondjuk. Nem kell ezt az utat itt megtenni, majd... Meglátjuk, hogy... Ez lehet, hogy elkésik. Nem késett el, yes! Na, jó, lehet, hogy meg lesz, figyú. Most már csak az energybe kéne, és szerintem abba is bőségesen benne leszünk. Kettő bukunk.
Azt meg kell vizsgáljuk. Igen, a healthy-nél is ez lesz a probléma szerintem. Mert elvileg annyira nem lehet probléma, mert... De egy kicsit növeljük meg a fogyasztást. Az belefér, azt mondja, hogy... Négy, egy... Növeljük fel a 18-ra... Nézzük meg így. Jól állunk, ez meg lesz. Én érzem, hogy meg lesz. Fogyasztás szerintem simán. És egy-két bukókaja volt, hogyha azokat is sikerül kijavítani. Az valószínűleg amiatt volt, mert a Happy, vagy mi ez a Healthy Family Meal-ben buktam egy csomót. És valószínűleg ott megint amiatt, hogy egyszer ugye bejön négy rendelés, ugye akkor próbálja ki... Bár ugye azért más, mert itt ugye ez 5 másodpercenként tudja adagolni, tehát míg ez kiad egyet, addig elvileg ez átmegy már rajta. Csak lehet, hogy mégsem volt annyi ideig bekapcsolva, és valahol ott bukó lett a dologból. Nem? Ja? Pörgessük föl közben az időt, mert itt sose végzünk. Mi volt ez? Valami hang. Már nem a fejemben, hanem... Most jön a Healthy Family Meal, nézzük, hogy minden átmegy-e. Elvileg igen. Jó, tegyük maxra mindegyiket. Most erre fókuszáljunk, hogy itt, amikor a sok Healthy Family Meal jön be, akkor nem áll le meg valahol a idő előtt, tehát hogy megakad valahol a folyamat.
megállt. Egy miatt megy el egy kaja, ez majd a közepébe, és ez inkább egy a vége fele, amiatt van, hogy egyszer a restaurant, illetve az étterem, illetve a take-outra is ugyanaz a kaja van rendelve, és egyszerre rámozdul, és amelyik kapja a marja alapom. Szerintem ez nem annyira jó. És azzal mondjuk nem tudok mit csinálni, sajnos. Igen, azt a Big Family miért lenyúlja, az a rohadék gruanyját. Jó, hát 5.32, 7 ingredient, az a, megint az a bukó. És a big salad, vagy big family meal volt. Hát esetleg egy picit tudunk azzal gyorsítani. Mentsük inkább el, az a tuti. Amit ugye mondtam, hogy kicsit variálunk itt a... Várjál, mert ez, te hülye vagyok, ez így volt. Bocs, igen, és akkor ez jön.
Így. Ez meg egyenesre. Jó, és akkor... Így. Hát ez talán egy fokkal jobb, nem? Közelebb vagyunk a tűzhő. Még azon gondolkodom, hogy esetleg annyival közelebb tudnánk tenni, és szerintem amúgy igen, hogy ezt... Hát akkor viszont ezt nem is kell nagyon. Így. Jó, ennél közelebb viszont már nem tudom tenni. Hát mentsük rá az elsőre, mert az szar, az úgy se ér semmit. Na nézzük meg így. Igazából nem változtattam túl sok mindent, csak hát lényegesen lerövidítettem az utat, amit innen még meg kell tegyen a... Hát és hely az van bőven, igen, ezt be tudnám... Ja. De most legalább kettő pipa megvan, úgyhogy ha nagyon nem fog menni, akkor leszarom, mert azért két pipánál azt mondom már, hogy oké. És igazából tudom, hogy ez az egy az hol bukott el. Ebben egy kaja bukott el, ha jól emlékszem, egy big, mi ez a Big Family miatt. Ugye az is amiatt, hogy gyorsabb volt az a kar, aminek nem kellett volna gyorsabbnak lennie. Az egy Big Family Meal. De hát annyit nem számolnak rá. Happy Meal, az. Ne is mond. Diéta van. Az a 7 darab bazd meg, és mennyi? Big Family Meal. Hát ugye ez sok. Azt mondja, hogy ez... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 18. 18-at bukok ezzel. Hát most azt csinálhatnám, hogy ugye az étterem viszi el.
Hát amúgy lassan igen, de végig is ha úgy veszik, akkor az diétás, mert a játékot nem tudja megenni a gyerek, meg én se. Azt nem figyeltem meg, hogy... Hát azért jó, nem biztos, hogy szívesen ennék műanyagot, papírt, meg egyéb ilyen tárgyakat, de... Kinek a pap, kinek a paplan, ez az ízlés kérdése. Itt veszi ki bazd meg, igen. Hát egy dolgot tudunk csinálni. Próbáljuk egy butakarral helyettesíteni. Az lassabb. Hát, ha így nem nyúlja le. De így meg lehet, hogy több fog kifutni. Mindegy, meglátjuk. Mert ugye kérdés, hogy jön egy Big Family Meal rendelés, az elég lassú lesz-e ahhoz a szalag. Most a take-out az más. Egy Big Family Meal lesz, hogy ez kimegy el. Megfogta. Megfogta. Ez jó. Most lesz majd a kérdés, hogy ugye az kimegy. Igen. Gyerünk, csináljad. Csináljad, jó. Nincs bukó, nincs bukó, nem lehet bukó.
Nem tudta fölvenni azt a szart. Édes faszom, bazd meg, legyen akkor 4-es sebesség. A kurva anyját. Nem volt elég gyors. Bazd meg, ezen ment el. De jó lesz, meg lesz, figyú. Érzem. Most meg lehet, hogy pont annyival lesz lassabb, hogy egy icipit. Na jó. Nem, nem esünk kétségbe. Hát amúgy, de mondjuk lehet, hogy ezt most megcsinálom, akkor kicsit brofolzazunk inkább. Ha már itt vagy, akkor jutalmul, mert most ennyi, szerintem ez bőven bele fölfélér egy pályával, vagy max belenézünk a következőbe. De azt sem fogom befejezni, nem csak így megnézem, hogy mennyi meló. Nem éri el, de miért nem éred el, bazd meg! Egy kibaszott toronydarú, bazd meg! De várjál, a Big Family, ez pont egy izé, egy restaurant ordert szimulál. Na, az el tudja venni. Jó. Csak így meg lehet, hogy kibaszott lassú lesz. De akkor még azt tudom csinálni, hogy a Big Family Meal-es karokat, azokat a legvégére teszem, hogy... És akkor a többi ez lehet gyors. Mert normál tempójú. Ezt a kettőt... Jó. Na, megvan a taktik. De lehet, hogy így is jó lesz. Mert így most már kettő sebességgel lassabb, nem tudom a többi ez mennyire fog így kifutni.
Na, nézzük, hogy ez kifut-e a 19-es, bazd meg, ha kifutsz. Nem futhat ki, nem futhat ki az izéből, az időből. Jó, ez az! Ez az! Izgalmasabb, mint a... Hú, gyerekek! Megcsináltuk! Tudtam én, hogy meg lesz ez. Én éreztem. A izébe teljesen... Hú, hát 2000, bazzek, 2000 wattórával benne vagyunk, úgyhogy a rezsicsökkentés az on. Hát 50 mil az ugye deliverálódott, hiszen ugye attól lesz vége a pályának. És hát 523 alapanyagot használtam föl a megengedett 525 helyett, ami ugye azért van ennyire közel, mert ugye volt még folyamatban rendelés, amikor kiment az 50. izé, úgyhogy arra is figyelni kell, hogy minél hamarabb kiérjenek a rendelések, mert lehet, hogy tudom tartani a lépést, csak már nem, mert akkor valószínűleg már menet közben is el lettem volna izé havazva vagy maradva. A lényeg az, hogy hamar kimenjenek, mert közben ugye jönnek be újabb rendelések, és ugye itt most egy darab ilyen doboznál kurva sok összetevő megy ki. Tehát egy ilyen összetevő, vagy egy ilyen dobozhoz összeszámoltuk 14-8, nem tudom mennyi volt, úgyhogy first try, így van. Yes, hát bentsük erre rá, ez lesz a tuti. Na viszont belenézzük most a Feast and the Furious-ba. Hát kísérletesen ugyanaz, vagy hasonló, kettő darab konyhánk vagy izénk lesz, az tuti, kisebb a hely, ha jól látom, fele akkora kb. Nagyjából a paraméterek ugyanazok, viszont 350 ingredient. Reméljük, hogy kevesebb, hát jó, kicsit kevesebb kaja. No. Ja, étterem, Jet Age Meal. Nézzük, van-e ilyenünk, hogy Jet Age... Van. South End Meal, olyat mentettünk? Olyat nem mentettünk. Abban mi van? Hot Wings, Texas Burger, Loaded Cheese Fries.